A húsvét a legrégibb keresztény ünnep, és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A Biblia szerint Jézus a pénteki keresztre feszítés után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál fölött. A keresztény ünnep az Ószövetség pászka ünnepéből nőtt ki. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi napéi egyenlőséget követő első holttölte utáni első vasárnapra esik, március 22-e és április 25-e közé. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a koratavasz és a nyár elejé hónapokat. Az előkészületi idő a nagy böjt, amely Jézus 40 napos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatásra tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünnepek követik, és a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Az ünnepet 40 napos, a hamvazó szerdától nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő, központi liturgiája a nagyszombat esti éjszakai húsvét vigiliája. Ekkor ünneplik a világosság győzelmét a sötétség, az élet győzelmét a bűn és a halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A feltámadás napján a pápa a szentpétertéri ünnepi misén mondja el hagyományos húsvéti üzenetét, az Urbi et Orbi apostoli áldását. A katolikus egyház fő számos nyelven köszönti a híveket, köztük magyarul is, magyarul a Krisztus feltámadott alleluja szavakkal. Köszöntöm a stúdióban Szegedi Szabolcsot, görögkeleti diakónust. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Mint hallottuk, a húsvét a keresztény világ legjelentősebb ünnepe. Milyen szertartásokkal ünneplik a húsvétot, és egyáltalán vannak-e különbségek az egyes keresztény felekezetek között? Maga a húsvét ünnepe az valóban a legjelentősebb keresztény ünnep, hiszen kezdetettől fogva erről szól a hitünk, erről szól az egész hitvilágunk. Szent Pál úgy fogalmazza meg, hogy ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiába való lenne a mi ige hirdetésünk is, és hiába való lenne a keresztények hite. A legjelentősebb az volt a keresztények számára, hogy megértsék húsvét üzenetét. Arról szól húsvét üzenete, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki ő benne hisz, az el ne vesszen. Az Isten és az ember közötti szeretet kapcsolatot ezzel állította helyre Isten. Éppen ezért a kereszténység szerte a világon ezt ünnepli. Bármilyen keresztény felekezetről van szó, bármelyik közösségről van szó, hiszen ugyanaz volt a gyökere a kereszténységnek, és később a történelem folyamán váltak külön a különböző történelmi egyházak, és később a nem történelmi egyházak is. Mindnyájan azt ünneplik, hogy Isten szeretetből elküldte a fiát hozzánk, aki szeretetből meghalt az emberekért és megváltott minket. Nagyon lényeges üzenete még a húsvétnak, hogy nem ért véget a kereszthalállal. Sokan úgy gondolják, hogy egy volt Jézus azok közül, a messiás jelöltek közül, aki megpróbálta megreformálni, megváltani a választott nép közösségét, de ugyanolyan véget ért, mint bárki más ezek közül, a jelöltek közül, hiszen tudjuk, hogy abban az időben több messiás jelölt is volt. Leglényegesebb üzenete a húsvétnak, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Több nap kötődik, ugye több napig tart a húsvéti ünnepkör. A különböző napok miről szólnak a keresztény világban? Az egyház felkészíti a hívőket a böjtre. A különböző egyházak különböző módon készülnek fel erre a böjti időszakra. Van, ahol inkább csak bűnbánati jellege van, és vannak olyan egyházak, például a mi ortodox egyházunk, ahol kifejezetten testi és lelki böjtről van szó. Nagyon lényeges, hogy az ember test, lélek és szent lélek egysége. Tehát ugyanolyan fontos a testi böjt is, mint a lelki böjt. Hogyha az ember úgy gondolja, hogy Isten felé kell fordítani a tekintetét, akkor nem elég lelkiekben ezt megtenni. Hiszen sokkal könnyebb azt mondanunk, hogy igen, lélekben én böjtölök, de testben nem böjtölök. Valójában, hogyha külön választja az ember a testi és a lelki böjtöt, könnyen el fog sikkadni, és könnyen el fogja hagyni a lelki böjtöt is.
Éppen ezért a testi, amit az ember lát, amit az ember nap mint nap megtapasztal, az mutatja a számára a helyes utat. Az egyházunk már a böjt előtt elkezdi felkészíteni a hívőket, és különböző evangéliumi szakaszokkal, különböző tanításokkal arra hívja fel a figyelmet, hogy hogyan kell helyesen böjtölni. Az ember elé állítja azt a helyes utat, ahogyan az Istenhez közelebb kerülhet. Aztán elkövetkezik a böjtnek a szent 40 napos ideje. Ez alatt a 40 nap alatt a 40-es szám az a teljességnek a száma. Tehát ez alatt a 40 nap alatt a hívők nagyon komoly testi böjtön mennek keresztül, de ez a testi böjt ugyancsak nem teljes, hogyha lelki böjt nem követi. Ha nincsen meg az Isten felé fordulás, ha nincsen meg a bűnbánat, és nincsen meg az emberekbe az az igény, hogy megújuljanak, a nagy pénteken meghalljanak Jézus Krisztussal, hogy vasárnap vele együtt feltámadhassanak. Húsvétot pedig 40 napos örömünnep időszaka követi, amikor teljes lesz ez az ünneplés, és mindvégig arról emlékezünk meg, és azt ünnepeljük, hogy Krisztus feltámadt és velünk van. Mennyien követik vajon a hívek közül egyáltalán, mekkora a tábora ma a kereszténységnek mondjuk Magyarországon, akik valóban követik ezeket a tanításokat? Nagyon nehéz megbecsülni. Azért nagyon nehéz megbecsülni, mert sajnos elválik egymástól azoknak a száma, akik kereszténynek vallják magukat, bármelyik felekezetről legyen is szó, és más azoknak a hívőknek a köre, akik ténylegesen komolyan veszik a hitüket, és eljárnak templomba, és rendszeresen gyakorolják is a vallásukat. Az előzőekből látható, és a népi szokásokból is láthatjuk, hogy nem pusztán egy külsőségről van szó. Arról van szó, hogy aki komolyan veszi a hitét, annak a hite részévé válik a mindennapoknak, a mindennapi életének, a felkelésének és a lefekvésének, a táplálkozásának és az örömének. Azok az emberek, akik vasárnapról vasárnapra eljárnak templomba, talán egy picit szorosabban kötődnek az egyházhoz. De nagyon sok olyan van, azt hiszem, hogy minden felekezetről mondhatom ezt, akik papíron ugyan kereszténynek vallják magukat, a mindennapi életükben sajnos szorosan nem követik az egyházuk tanításait, és nem gyakorolják élőn a vallásukat. Azonban húsvétkor nagyon, nagyon is élőn tapasztalható, hogy azok, akik csak ritkán jutnak el templomba, akik annyira nem erősen kötődnek az egyházhoz, a húsvétot ők is megünneplik. Bizonyos területeken, a mi egyházunkban például szokásban van még a pászka szentelés. Nagyon sok olyan hívővel találkozunk vasárnap, húsvét vasárnap, akik hét folyamán vagy az év folyamán ugyan csak ritkán jutnak el a templomba, de húsvétkor mindenképpen ott vannak az örömünnepen, együtt ünnepelnek velünk a liturgikus és az követő ünnepségen is, és megszenteltetik a húsvéti ételeket. Borzasztóan felgyorsult a világ az utóbbi évtizedekben. Mit üzen a húsvét 2016-ban a mai embernek? Szent Pál azt mondja, arra tanít minket, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A húsvét üzenete ugyanaz. Jézus Krisztus az emberek iránt való szeretetből emberré lett, felvette a mi tökéletes emberségünket, és vállalta a legnagyobb megaláztatást. Vállalta a leginkább szenvedésekkel teli halált, de harmadik napon föltámadt, és ezzel helyreállította az Isten és az ember közötti szeretet kapcsolatot. Megajándékozott minket a megváltással, és ez örömmel kell, hogy eltöltse mindnyájunkat. Akkor teljes a mi ünneplésünk, hogyha azok, akik talán nem kötődnek a keresztény egyházakhoz, azok is látják rajtunk azt az örömöt, hogy Krisztus megváltott minket. Nem kell többé félnünk a bűn rabságától, hiszen Krisztus átvezetett minket az örök életbe. Szegedi Szabolcs, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget.